Szebbnél szebb fotókból nyílt tárlat a Ceglédi Galériában. Már hagyomány, hogy a Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítást rendez nyaranta. A több mint 60 éves múlttal rendelkező fotóklub összetartó közösség. Tisztelik, elismerik egymás alkotó munkáját. Egy-egy csodálatos fotón ott van maga az alkotó is, az ember, a lélek, mondta a tárlat megnyitóján a Városi Könyvtár igazgatója, Kapdeboladi Klévia. Megőrizni vágyunk valamilyen elillanó pillanatot, felerősíteni egy élményt, mint egy szembeszállva az életnek a mulatóságával. Azt gondolom, hogy nem csak a laikus fotóst, hanem az alkotó művészt is ez vezérli. Azzal együtt, hogy az a szelet, amit kihasít az általa látott világból, lenyomatát adja saját egyéni benyomásainak, világlátásának. Egy fotós szubjektív tükröt tart nekünk, nézőknek, amelyben a saját történeteink, élményeink, gondolatunk jelenik meg, tette hozzá az igazgató. A galéria falain a mindennapi élet csodáit látni, arcvonásokat, csendéleteket, lenyűgöző tájakat, épített örökségünket, ceglédi pillanatokat. Robert Kappa, a magyar származású fotóművész szerint egy fénykép akkor telik meg élettel, amikor közönség elé kerül. Itt most adott számtalan, csodás, különleges fotó. Köszönet érte az alkotónak. Adott, úgy látom, egy lelkes, rajongó, műértő közönség. Nincs más hátra, mint hogy arra kérjem önöket, hogy töltsék meg ezeket a képeket élettel, úgy, ahogy Robert Kappa is mondja. A kiállításon 10 alkotó fotói láthatók. Papelek, Apáti Tóth Sándor és Sallai László fotóművészek, dr. Jójár György, Töreki Zsolt, Balog Zsuzsa, Halminé Józefa, Szabó Sándor, Péri László és Enyedi Attila fotográfusok lenyűgöző képanyaga augusztus 31-éig tekinthető meg a Ceglédi Galériában. A Ceglédi Fotóklub idei kiállításukat tavaly elhunyt tagtársuk Barna Karolin emlékének ajánlják, akinek képeiből többet is láthatunk a tárlaton.